Aroknak a szolgálatot. És ugye elgondolkoztam ezen az éneken is, hogy vajon ez is egyike azon hazug énekeknek, amiket mi oly nagy lendülettel szoktunk énekelni, vagyis hát nem az ének hazug, hanem sokszor a mi szívünk, és hogy hadd érjen tettem bennünket az Isten szent lelke, hogy igaz-e az, hogy hová mennék, kihez futnék. E világon valóban nincsen számomra más hely, csak a te irgalmadnak a tengere. Hát sokszor nem úgy néz ki az életünk, úgy, ahogy ebben a történetben is volt két nőtestvér, akiről olvasni fogunk, akiknek az egyike legalábbis minden jó hiszeműsége és rátermettsége ellenére úgy néz ki, hogy nem feltétlenül úgy képzelte el az életét, hogy ott az Isten irgalmának a tengerében akarna megfürödni és elmélyülni. De lássuk, hogy mit szeretne Isten a szívünkre helyezni ezen a délelőttön. Szeretném, hogyha valóban figyelmes szívvel, odaadással hallgatnátok a Szent Isten élő igéjét, úgy, ahogy az írva van a Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 38. verstől a 42. versig terjedő szakaszban. Olvasom tehát az igét a Lukács evangéliumának 10. fejezetéből, a 38. verstől a 42. versig terjedő szakaszt, a 10. fejezetnek záró történetét. Amikor tovább haladtak, betért Jézus egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Egy csodálatosan szép történet áll előttünk, kedveseim. Sehol máshol nem találjuk meg a Bibliában, a többi evangélium nem rögzíti ezt a történetet, és minden bizonnyal azért került bele a Lukács evangéliumába, mert nagyon jól beilleszkedik ez az egyedi kis darab történet a Lukács felfogásába, koncepciójába, aki ugye Jézus életének és szolgálatának a történetét írja meg. Nagyon fontos híradása ez ennek az evangéliumnak, és azt hiszem, hogy éppen ezért, mivel Lukács nagyon fontosnak tartotta behelyezni ezt a történetet az elmesélésébe, ezért úgy gondolom, hogy a mi életünk számára is nagyon fontos üzenetet hordoz ez a történet, és a mi életünkben és a mi gondolkozásunkban is egy nagyon fontos helye kellene legyen, és kell, hogy legyen az általa megfogalmazott üzenetnek. Ami egyébként egy nagyon egyszerű üzenet, és e körül az egyetlen egy üzenet körül fogunk mi forogni a mai délelőttön. Ugye a történet által megfogalmazott üzenetnek a lényege az, hogy mi a keresztény életnek a prioritása. Mit jelent ez a szó, hogy prioritás egyébként? Hadd kérdezzem meg tőletek. Minden bizonnyal ismeritek a szót, használjuk többször is, elég általánosan elterjedt, mégis lefordítom számotokra, magyarítom, elsőbséget jelent. Elsőbséget. Ugye elég általánosan használt szó,
És úgy gondolom, hogy minél rohanóbb, minél hajszoltabb, minél űzöttebb, minél szétesőbb és minél lazább lesz a mi emberi társadalmunk, amiben a lehetőségeknek a tömkelegével, sokaságával találkozik az ember, annál indokoltabb nagyon hangsúlyosan beszélni a prioritásoktól. Azokról a dolgokról, amik elsőbséget kell, hogy élvezzenek az életünkben. Tehát arról kell nekünk ma nagyon határozottan beszélnünk, hogy mi élvezzen elsőbséget az életemben, mi legyen a legfontosabb. És szeretném, hogyha nagyon személyesen magunkra vennénk mindannyian az üzenetet, neked szól az ige, nem minket, mint közösséget szólít meg, hanem téged és engem egyénenként, egyenként szólít meg az Isten. Mi legyen az, kérdezi a mai történet, mi legyen az, aminek mindent meg kell előznie az életünkben? Amiben a legtöbb figyelmet, a legtöbb időt, a legtöbb pénzt, a legtöbb energiát kell nekünk fektetnünk. Mi az? Mi a mindenek felett való, az eszenciális, az alap, mi az alap, az a kőszikla alap, ami megtarthatja az életünket? Mi az, ami mindennél, de mindennél fontosabb? Szeretném, hogy nagyon hangsúlyosan elénk jönne ez a kérdés. Most ha ezt ma megkérdeznénk az utca emberétől, akkor biztos, hogy különféle válaszokat kapnánk, ezernyi választ tudnának adni, nagy lenne a szórás ezt illetően, hogy mi a legfontosabb. Ha viszont keresztényeket kérdezem erről is, én ma keresztényeket kérdezek erről, azokat kérdezem, akik eljöttek erre az istentiszteletre, akikről úgy tudom, hogy keresztények. Ha keresztényeket kérdezem erről, akkor erre a kérdésre, hogy mi a legfontosabb, mi a prioritás, mi a leglényegesebb, akkor erre egyetlen egy válasz adható csak. Egyetlen egy válaszunk kellene legyen. Ugye eszembe jutott egyébként már is az a történet, amikor Jézust ott felejtik, úgymond a jeruzsálemi templomban 12 évesen, és aztán nagy félelemmel, aggodalommal rohannak vissza, és amikor megtalálják Jézust a tanításba belemélyedve, ugye, ott az írástudókkal, a rabbikkal elemezgetik és feszegetik az igazság kérdését és az Isten igéjét, akkor szemrehányóan megkérdezi tőle az anyja, hogy hát hogy gondoltad ezt mégis, fiam? Hát halálra aggódtuk magunkat. És akkor Jézus nagyon nagy természetességgel fogalmazza meg a prioritást. Mit mond Jézus? Nem értem. Hát te nem tudod, hogy mi az én életemben a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy az én atyám dolgaival foglalkozzam. Ez az én életemben a legfontosabb dolog. Az én atyám dolgaival foglalkozzam. Nos, nem akarom azt, hogy hangosan válaszolj erre a kérdésre, hogy mi a prioritás az életedben. De mindenképpen szeretném, hogyha foglalkoznál ezzel a kérdéssel, hogy ne teljen el az az idő hiába, amit itt töltesz ma délelőtt a templomban. Hadd kérdezzen rá Isten szent lelke az életedre, az életemre, mi élvez abszolút elsőbséget. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy számomra a gyerekeim az abszolút prioritás. Értük élek, ők a legfontosabbak. Másnak a pénz. Nagyon sokszor ezt nem mondja ki az ember, de az, ahogy él, az, ahogy munkálkodik, az, ahogy berendezkedik erre az életre, azt mutatja, hogy a pénz, az anyagi haszon, az mindenek fölött való. Mindent megelőz. Másoknak a szórakozás, a lazulás, hogy laza életünk legyen, hogy minden olyan könnyen menjen, az a legfontosabb, és azt keresi, az élvezeteket hajszolja, az a legfontosabb. Tárgyak, hogy bele tudunk kapaszkodni tárgyakba, igaz? Személyek, mennyire tudunk függeni személyektől, ugye? És ott vannak a szenvedélyeink. Nagyon sok káros szenvedély, de még az általunk jónak mondott szenvedélyek is ott vannak az életünkben. Mi az, ami elsőbséget élvez az életedben? Mi az, ami prioritás? És szeretném, hogyha már is egy
istenfélő emberi perspektívát néznénk meg, ugye például ott van a Dávidé, aki ószövetségi emberként a 27. Zsoltárban a következőket írja: egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, figyelsz, egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem az ő templomában, vagyis gyönyörködhessem az ő jelenlétében. Ezt az egyet kérem tőled, Uram. Ez az egy vágy hatja át az életemet, hogy veled legyek, hogy téged megismerjelek. Ez az abszolút prioritása Dávidnak. De menjünk egy új szövetségi emberhez, Pálhoz, aki azt mondja a Filippi levél 3. fejezetében: testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ugye? Dávid egyet kért, Pál egyet tesz, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, mit csinálok? Futok egyenesen a cél felé. És mi a cél? Az Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalma. Vagyis Jézus a cél, és az a jutalom, amit Jézusban megkapok. Ezt az egyet keresem, egyet teszek, mondja Pál. Ez a leglényegesebb. Persze csinált mást is Pál, biztos olvasott, evett, ivott, aludt, beszélgetett, dolgozott, sátorkészítő volt, sok mindent csinált. De azt mondja, a lényeges, a prioritás, az elsődleges, az az egy, aminek értelme van, az micsoda? Micsoda? Hogy eljussak a célba. Hogy minél közelebb kerülhessek az Úrhoz. Hogy minél szorosabb kapcsolatban legyek ő vele. Dávid egy dologra redukálta a prioritásait, arra, hogy Istenben gyönyörködjön. Pál számára pedig megismerni őt, és egyre inkább átformálódni az ő hasonlóságára, ez volt az egyetlen. És ebben a lukácsi szakaszban nagyon határozottan, nagyon kizárólagosan azt olvassuk a 42. versben, azt mondja Jézus, hogy tudjátok, hogy kevésre van szükség. Milyen döbbenetes egy a mai embernek a fogyasztó társadalomban vergődő, egyre nagyobb éhséggel rendelkező embernek azt mondani, hogy kevésre van szükség a boldogsághoz, igaz? Kevésre van szükség az igazi boldogsághoz, tényleg? Hát ki gondolta volna? Sőt, azt mondja Jézus, nem is kevésre, ha jobban akarok fogalmazni, egyetlen egy dologra, valójában egyre van szükség. És azt mondja Jézus, hogy Mária ezt az egyet választotta. És ez nem vétetik el tőle. Ezt az egyet választotta. És akkor látjuk, hogy nem csak Dávid mondott ilyet, nem csak Pál mondta ezt, hanem maga Jézus, az Isten fia mondta ezt. Bevallom nektek, hogy én szeretem az egyszerűséget, ettől függetlenül néha túlbonyolítom a dolgokat, de szeretem egyébként az egyenes, érthető beszédet, nem túl bonyolult dolgokat, és nem mondom azt, drágáim, hogy a keresztény életben nincsenek bonyolult dolgok, bonyolult kérdések, nincsenek kihívások, küzdelmek, nincsen frusztráció és nincsen csalódás. Hogy sok minden bonyolult a keresztény ember életében, és nem egyértelmű, de egy dolog egyértelmű a keresztény életben. A legfontosabb dolgot illetően nincsen túlbonyolítás. Nincs túlbonyolítva a kérdés. Lehet, hogy bizonyos dogmatikai kérdésekben vitatkozunk, meg nem értjük a lényeget, Szent Háromság, megigazulás, megszentelődés, mi egymás, de a legalapvetőbb kérdésben, hogy mi a legfontosabb, az élet legfontosabb dolga, ebben nagyon rém egyszerű a tanítás a Szentírásnak. És emellett megyünk el, és ettől vagyunk frusztráltak, ettől vagyunk összegubancolt életűek, ettől vagyunk idegbajosak, ettől vagyunk tönkrementek, ettől nincsenek egészséges kapcsolataink, ettől, hogy nem azt az egyet keressük. És nem az a legfontosabb az életünkben. És íme itt van ez a nagyon egyszerű történet. Egy nagyon egyszerű végkövetkeztetéssel. Azt mondja ez a történet, hogy van a jó rész, Mária ezt a jó részt választotta, Márta pedig lemaradt róla.
Márta pedig lemaradt róla. Ugye kérdésem az is, hogy miért éppen ide helyezte Jézus ezt a történetet, mit akar ezzel elmondani. Most tudnotok kell azt, hogy ez Jézus földi életének utolsó 6 hónapja. Végig úton lesz ebben a 6 hónapban, már egy jó ideje úton van, sőt útra teszi a tanítványait is, ugye nem régen olvastuk azt, hogy a 70 tanítvány kiküldött, a 12 után 35 pár indult el, és szolgál és missziózik ugye a Izraelben. Ugye Jézus elhagyja Galileát, az ő szülőföldjét, átmegy Judeán, Péreán, már nincs sok hátra. És éppen ezért most Jézus a leglényegesebb dolgokra koncentrál. A leglényegesebb dolgokra koncentrál. Már nem az a kérdés, hogy mennyi beteget gyógyítunk meg, hogy mennyi embert lakatunk jól kenyérrel, meg ilyen dolgok, hanem mi a leglényegesebb, legfontosabb kérdés, amire válaszolni kell. És a tanítványoknak is meg kell tanulniuk a leckét, ugye? A tanítványok szesszióban vannak, a tanítványok meg kell írják a záródolgozatot, jobban mondva, meg kell éljék a záródolgozatot. A tanítványoknak államvizsgázniuk kell, ugye? Mert a mester lezárja az oktatást. És ezért helyezi ide Lukács, nagyon-nagyon jól van megszerkesztve egyébként ebben a történetben, hogy irodalmilag is nagyon jó oda van helyezve ez a történet, hogy figyelj csak oda! Jézus a leglényegesebb dolgot akarja elmondani. Erre akar bennünket megtanítani. És olyannyira erre koncentrál már Lukács, hogy nagyon érdekes, nem tudom, hogyha megfigyeltétek azt, hogy el sem mondja azt, hogy pontosan hol jár Jézus. Szerintem földrajzleckét ad most. Nem az a lényeges, hogy ő most Betániában van. Tudjuk, hogy Betániában van, de nem Lukácstól, ugye? Hanem bemegy egy faluba, és ott találkozik emberekkel, találkozik egy Máriával, találkozik egy Mártával, és nem az a lényeges, hogy hol van, hanem hogy mit csinál, hogy mit mond, mit tanít. És egészen a 18. fejezetig ez így van, ahol az utolsó előtti állomást, ugye Jerikót már név szerint említi, még mielőtt megáldoztatásra sor kerülne Jeruzsálembe, tehát még mielőtt bevonulna Jézus Jeruzsálembe. Tehát miért helyezi ezt a történetet ide Lukács? Azért, mert már valóban az a legfontosabb, hogy megtanulják a tanítványok, hogy meghallják a legnagyobb üzenetet, a legfontosabbat. Hogy megtanulják azt, amit Jézus a legfontosabbnak tart. És ez Lukács evangéliumának egyébként is a leggazdagabb része, ez a része, nem ez a felolvasott történet, hanem az e körül gyűlő dolgok. Ugye azt már megtanultuk, ugye, mit jelent tanítványnak lenni. Hogy meg kell tagadnunk magunkat, felvenni a keresztet, követni őt. És ezentúl Jézus a legmélyebb gondolatokat mondja el. És Lukács mindent félretesz, ami beárnyékolná Jézusnak a tanítását, és csak erre koncentrál. És szeretném számotokra én is nagyon hangsúlyossá tenni elsősorban azt, kedveseim, hogy Isten elsődlegesen az ő igéjén keresztül beszél hozzánk. Isten elsősorban az igéjén keresztül beszél hozzánk. Észre lehet őt venni mindenféle másban, de ha igazán fejlődni akarsz lelkiekben, igazán tanulni akarsz, akkor nem aludni kell jönni a templomba, hanem azért kell jönni, hogy odafigyelj és tanulj belőle. Azért kell jönni, hogy az Isten tanítson téged. És Isten a testélet igén keresztül, vagyis Jézuson keresztül beszél hozzánk. Amit tehát Jézus mond, az Isten szava, nem kevesebb. Ő maga mondja máshol, hogy amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. Ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom én ezeket nektek. Tehát én az Atyától veszem ezeket a tanításokat. Azért fontos nektek ezekre odafigyelnetek. Az én tanításom, mondja egy másik helyen Jézus, nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Kedveseim, belegondoltatok-e abba, hogy mekkora kiváltság őt hallgatni vasárnapról vasárnapra? Az ő lábai elé telepedni le, és venni az igét, az ő útmutatását, tanítását. Az ő lábai elé telepedni a reggeli csendesség, vagy a napközi igeolvasás során. Hallani az életnek az igéjét. Ugye megvan már, hogy mi a prioritás. Hogy mi a legfontosabb dolog.
Mi az az egy, ami minden egyebet meg kell, hogy előzön a keresztény embernek az életében? Az egyetlen felcserélhetetlen prioritás minden keresztény embernek az életében ez, és ezt akarja Lukács is hangsúlyossá tenni, Istent hallgatni, Istent meghallani, befogadni az Isten igéjét, az ő kijelentésére odafigyelni. Az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igének hirdetése által. Ha mi nem halljuk az igét, ha mi nem figyelünk oda Istennek az igére, ha nem ez a legfontosabb az életünkben, akkor minden összegubancolódik az életben. Én nagyon sok kedves hívő emberrel vagyok jó ismeretségben, baráti testvéri kapcsolatban, és mindegyiknek az életén látom, hogy ahol nem Isten igéje, az őrá való figyelés a prioritás, ott nagyon könnyen összegubancolódik a dolog. És nem arról van szó, hogy nincs, nem hívő az az ember. Nem arról van szó, hogy nincs üdvössége, hanem arról van szó, hogy nem tud előre haladni. Mert nem nincs meg a fonálnak a vége, amivel ki lehetne gubancolni az egész életet. És hogyha nem az a kiinduló pont, ha nem ez a prioritás az életemben őt hallgatni, őre figyelni, az ő igéjét olvasni, akkor ne csodálkozzak, hogy úgy járok, mint Márta. Olyan frusztrált személyiség leszek, mint ő. Miközben rengeteg dolgot csinálok. Miközben mindenféle jó dolgot csinálok. Csak egyszerűen nagyok a hangsúlyeltolódások az életemben. Mi történik tehát itt? Lássuk csak röviden a történetet. Azt olvassuk ugye, hogy betér egy faluba Jézus. A János 11-ből és 12-ből tudjuk azt, hogy ez Betánia volt. Betánia volt az otthona Máriának és Mártának, és volt nekik még egy testvérük, akiről itt Lukás nem tesz említést, akit Lázárnak hívtak, tudjuk, ismerjük őket. Pár kilométerre van Jeruzsálemtől ez a Betánia nevű falu, kicsivel az olajfák hegyén túl a másik oldalon. És ugye Jézus jön, megy ezen a vidéken, még ott van bár Jeruzsálem közelében, de még nem megy be Jeruzsálembe, az majd később lesz, most még jön, megy. Nagyon fontos az, hogy ő tanít, neveli a tanítványokat és azokat, akik ő vele találkoznak. Valószínű az is, hogy ez az első találkozása ezzel a családdal. Majd Lázár feltámasztása okán találkoznak utoljára. És ezek között a két evangélium által is feljegyzett találkozás között minden bizonnyal többször is találkoznak, mert ugye Lázár halálakor már kiderül, hogy ők már ekkor jó barátságban vannak. Egy Márta nevű asszony a házába fogadta, olvassuk a történetet. Nem Márta a barátja, nem ezt olvassuk, hogy barátja. Ebből derül ki az, hogy még nem ismerték egymást, tehát még nem voltak barátságban. Nem azért fogadta be Jézus, mert a barátja volt, hanem azért fogadta be Jézus, mert szerette, tisztelte, és a barátjával akart válni. Valószínű, hogy Márta lehetett az idősebb, az is valószínű, hogy özvegyasszony lehetett, és azt olvassuk a történetben, hogy nem csak tessék-lássék módon vendégeli meg, hogy na lássuk csak, hogy mi van a kamrában, ami már lejárt a szavatossága, ugye, és akkor esetleg azt odaadjuk a vendégnek, hanem szívét, lelkét beleadta, az eredeti szöveg ebből ez derül ki, hogy nagy örömmel fogadták Jézust, ugye nagy lelkesedéssel, és ugye látszik is a történetben, hogy mindent elkezdett ott csinálni, kavarta a majonézet, a vinettát, meg sütötte a micset, meg mit tudom én, mit csinált. Most értsétek, jó kedveseim. Csak hogy lássátok, hogy hát egy mai gazdaasszony ezt csinálná, nem? Hogyha jönne egy illusztris vendég, akit ő ki akarna tüntetni a szeretetével. Tehát semmi rossz nincs ebben, amit csinál, nem? Tehát hogy lássuk, hogy azért ez egy szorgalmas, kedves, drága asszony. Hittek benne, az is kiderül. Hittek benne, tisztelték őt. Nem csak azért fogadták be őt, mert ugye meg akarták mutatni, hogy milyen új porcelán készletük van, hanem tisztelték őt, szerették őt. Erre utal a későbbi megszólítás, amikor Márta azt mondja neki, hogy Uram, hát nem akárkinek mondták azt, hogy Uram, csak azt, akiről elismerték, hogy ő egy tisztelt ember, egy megbecsült ember. Tehát egy ilyen nagyon szorgalmas, határozott, aktív egyéniség ez a Márta. Egyébként a nevének a jelentése is ez, a Márta névnek a jelentése az, hogy úrnő,
gazdaasszony, hát ő volt a főnöknő a házban. De hát nem egyedül volt, hanem volt egy Mária nevű testvére, nem ír semmit, szeretném megjegyezni, hogy nem ír semmit a Szentírás, az evangélium Máriának a természetéről. Az, amit mi utólag ráaggatunk Máriára, hogy ő egy csendes, szelíd, alázatos, kis olyan kontemplatív, olyan gondolkodó típusú ember volt, az mind csak ilyen valószínűsítés, semmi nem alapozza meg ezt a vélekedést a Szentírásban. Nem ír arról, hogy milyen temperamentum, milyen személyisége volt ennek a Máriának, hogy ő nem volt olyan szorgalmas, mint Márta. Nem derül ez ki. Tehát az, hogy odaült Jézus lábához, az nem azt jelenti, hogy hát igen, ő volt a lusta, hát ő nem szeretett dolgozni, ezért imádkozik. Ugye? Hát sokszor mondják is, hogy hát igen, aki nem szereti dolgozni, az megy imádkozni a templomba, de nekem van dolgom. Ugye? Tehát nem, tévedés ne essék, tehát Mária nem feltétlenül, nem hiszem, hogy egy ilyen egyéniség volt. Hogy ő könnyebben odaült Jézus lábaihoz, mert eleve ilyen volt a természete. Nem. Hanem Mária egyszerűen jobban döntött. Jobban döntött, az egy jó részt választotta. Vagyis tudta, érezte, tudatosult benne, hogy minden ettől függ. Minden ettől függ az életem minősége, a jövőm, a boldogságom, az életemnek a kimenetele, mind ettől függ, hogy oda tudok-e figyelni a tanításra, hogy meghallom-e az Isten hangját, az ő útmutatását. Hányszor mondom ezt nektek is, hányszor mondom a fiataljainknak is, minden ettől függ. Jaj, hova menjek dolgozni, hol keresek még több pénzt, minden e körül forog. Vajon mennyire forog a körül az életet, hogy hallom-e Isten hangját? Hogy odaülök-e az ő lábaihoz? Figyelek-e rá, mi lesz a vizsgán, hogy lesz az áradolgozat, mi lesz az államvizsgával, mi lesz a szesszióval, mi lesz a barátommal, mi lesz a házasságommal? Hogy alakulnak ezek a dolgok? Hogy alakul az Istennel való kapcsolatod? Mit teszünk az asztalra? Mit teszünk a szívbe, kedveseim? Mi van a szívedben? Nem az a legfontosabb, hogy mi van az asztalodon, hanem mi van a szívedben. És Máriának égető szüksége volt a tanítása, hallani az Isten hangját és útmutatását. Én úgy képzelem el, hogy jaj, tudta ő, hogy nagyon kellene dolgozni, nagyon kellene, el kellene látni a vendéget. Ismerte szerintem Mártának a természetét is. Márta természetéről azért több kiderül, mikor oda megy és ugye leszólja még Jézust is, ugye? Azért egy kemény asszony volt. És szinte gondolta, szinte érzem, hogy ott ül Jézus lábain, és közben arra is gondol, hogy jaj, mindjárt jön, és Márta leszedi a fejemet. De ettől függetlenül azt mondja Mária, én nem tudom megállni, hogy ne üljek le Jézus lábaihoz. Ez pont úgy volt, mint annak idején én is gyerekkoromban, amikor nagyapám, egy nagy munkás ember volt egész életében, és hát szerette volna átörökíteni az unokáira is ezt a gazdálkodási szellemet, hogy jó mezőgazdászok legyünk, de úgy látszik, hogy belőlem kimaradt ez a gén, és ugye nyáron, amikor már be lehetett engemet fogni, akkor szívesen befogtak szilvaszedés, krumpliszedés, egyebek. De hát én mindennél jobban kívántam a tévénézést, meg én mindennél jobban kívántam az olvasást. És sok esetben volt úgy, hogy tudtam, hogy fel kell szedjem a szilvát. Tudtam, hogy fel kell szedni ennyi krumplit. És tudtam, hogy mindjárt megjelenik nagyapám, és leszedi a fejemet. De akkor se tudtam elszakadni a tévétől. Mert számomra az volt a prioritás, érted? Nem tudtam elszakadni attól a könyvtől, mert számomra az volt a fontosabb. És ez így van, kedveseim, hogy attól, ami fontosabb, attól nem tudsz elszakadni. Úgy van? Miközben rettegsz, hogy jaj, mindjárt rám szólnak, de nem tudom letenni, nem tudom abba hagyni, nem tudom másképp csinálni. Jaj, hát vajon hányan vagyunk így a templomba járással? Hányan vagyunk így az igeolvasással? Hányan vagyunk így ezzel, hogy én nem tudok más csinálni? Mert engem húz, vonz valami oda Jézus közelébe. Ugye Mártáról tudnunk kell azt, kedveseim, hogy nagyon szépen igyekezett gondoskodni a vendégről. Szeretném hangsúlyosá tenni, hogy Márta nagyon szépen gondoskodott a vendégről. Nem tett rosszat. Nem tett rosszat. Nem akart rosszat. De mégis rossz lett belőle. Mert nem ez volt a legfontosabb. És ő nem azt tette, ami a legfontosabb, ugye?
És figyeljétek csak meg, hogy fokozatosan hogy torzul el az ő hozzáállás ebben a történetben, éppen azért, mert eltorzultak a prioritásai, hogy mi a legfontosabb. Mert hogy a végén már oda jutunk, hogy amikor már elege lett ebből az egészből, tehát ő elkezdi, mondom, csinálja, kavarja a dolgokat, teszi fel, sütit be a lerbe, és egyre jobban dúl benne ez az elégedetlenség, hogy ott van ez az én mi haszna, testvérem, húgom, és nem képes jönni, segíteni. És a végén már odafajul ez a dolog, hogy elmegy, oda megy Jézushoz, és én úgy gondolom, hogy az evangéliumban, az új szövetségben az egyik legdurvább beszólás ez, amit Márta megenged magának Jézussal szemben. Mert azt mondja, mit mond Jézusnak? Azt mondja Jézusnak, hogy figyelj csak a megváltónak, érted? A megváltónak, aki mindenkiről gondoskodik, aki mindenkivel törődik, aki meghal értük. És azt mondja neki, hogy te Uram, nem törődsz. Nem törődsz velem. Nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott. Hát, annak az Úrnak mondani ezt, aki mindenkinek a gondviselője, ugye? Te nem törődsz velem. Hogy torzul el annak az embernek a prioritása, vagy az élete, akinek a prioritása nem az Úrral való kapcsolat, nem az a legfontosabb dolog. És szeretném, hogyha megértenétek egy dolgot, nem csak az a rossz, ami önmagában rossz. Vannak dolgok, amik önmagában rosszak. Rossz az az önmagában jó dolog is, ami elvon bennünket a helyes élettől, ami elvon bennünket a legfontosabb dologtól, ami elvon bennünket az Istennel való jelenléttől, ami az Istennel való kapcsolatunktól szakít el. Miért mondom ezt? Azért, kedveseim, mert rengeteg ember szokott szemrehányóan rám nézni, és egy idő után már nagyon megbehúzom a fülemet, farkamat, hogy merek én ilyeneket mondani, amikor azt mondom, hogy ne tessék haragudni, nem tetszene eljönni a templomba, vagy miért nem tetszik eljönni a templomba, vagy azt a felháborító dolgot mondani, hogy csütörtökön, hétköznap, csütörtökön este bibliaóra van, és szeretnénk az Isten lábaihoz telepedni, és hallgatni az ügét, és akkor szinte látom a szemrehányást a szemben, nem is szinte, hanem egyértelműen, sokszor, hát tiszteltes úr, hát maga komolyan gondolja ezt? Hát maga egy értelmes ember? Hát nem tudja, hogy mi elfoglalt emberek vagyunk? Nem tudja, hogy mi szorgalmas, komolyan munkálkodó emberek vagyunk? Hát mi nem, és sokszor még el is mondja, hát mi nem henyélünk az ágyban, mi nem fekszünk az ágyban, nem nézzük a tévét, nem szórakozunk. Mi nem azért nem jövünk bibliaórára, mi nem azért nem jövünk templomba, hanem azért nem jövünk. Miért nem jövünk? Mert dolgunk van. Mert dolgunk van. Mert le kell szedjem a paradicsomot, mert le kell szedjem a paprikát, mert be kell rakjam az akuszkát, mert mit tudom, hogy mindket csináljak, nem? Mert el kell lássam a teheneket. Mert nekem dolgom van. És szinte bűntudata van az embernek sokszor, hogy megkérdezi, ha miért nem jössz a templomba? Hát nem látja tiszteltes, hogy én nem csinálok rossz dolgokat? Azt hiszi, hogy én nem fontos dolgokat teszek-e közben, kedveseim? Nem hiszem ezt. Nem hiszem ezt. Én azt hiszem, hogy nagyon sok jóhiszemű, szorgalmas, rendes munkás ember van ebben a gyülekezetben. Aki nem azért nem jár templomba, mert otthon henyél és rossz dolgokat csinál. De ma, kedveseim, az igének a fényében csak egy dolgot mondhatunk. Ugyanazzal a szelídséggel, amivel Jézus. Mert Jézus is nagyon szeliden nem szedi le a fejét Mártának, hanem amikor Márta azt mondja neki, hogy te nem törődsz azzal, hogy a testvérem magam ragyott a szolgálatban. Mondd hát neki, hogy segítsen. Nekem is mondták már, ha inkább jönnének segíteni nekem szénát felrakni, vagy akármit csinálni, mint hogy ott imádkozzanak. És ugyanezt mondta Márta is. És Jézus mit mond? Azt mondta, Márta, sok mindenért aggódsz, és sok mindenért nyugtalankodsz. És egy másik evangélium azt mondja, hogy úgy el is ismeri Jézus, hogy nagyon szorgalmas vagy, nagyon ügyes vagy, be akarod rendezni az életedet, megvannak a prioritásaid, és jó dolgokkal foglalkozol.
de elvész a lényeg, drágáim. A leglényegesebb dolog az Istennel való kapcsolatod. Az a leglényegesebb. És valójában erre az egyre van szükség. Ha ez az egy megvan, akkor mindened megvan. Hogy mondja Jézus, keressétek előbb az Istennek az országát és annak az igazságát. És ennyi. Ezt mondja? Nem. Még úgy folytatja, hogy a többiek, amire még szükséged van egy diplomára, meg lesz. Szükséged van a betevő falatra, biztos, hogy meg lesz. Szükséged van a ruházatra, meg lesz. Szükséged van egy komoly fiúra, aki házastársad lesz, meg lesz. Minden meg lesz, amire szükséged van. De csak akkor úgy igazán, hogyha minden abból indul ki, hogy te legyél meg nekem, Uram. Értitek, kedveseim? Hogy te, mindenek fölött. És akkor ezek után azt mondani, drágáim, hogy azért nem jövök bibliórára, mert be kell rakjam a befőttet. Azért nem jövök bibliórára, mert a tehén bőg. Azért nem jövök bibliórára, mert össze kell gyűjtsem a szénámat. Fontos dolgok. Nagyon fontos dolgok. De nem az a kérdés, hogy mi a fontos, hanem az a kérdés, hogy mi a legfontosabb. Értitek, drágáim? Hogy mi a legfontosabb. És itt senki nem vitatja el ebben a gyülekezetben, innen a szószékről, nem vitatja el senki azt, hogy ti szorgalmas, ügyes, drága emberek vagytok. Itt esetleg csak azt vitatjuk el, hogy Jézus a legfontosabb, vagy nem. Hogy az Istennel való kapcsolatom a legfontosabb, annak rendelek alá mindent, vagy sem. Mi köti le az idődet? Mi köti le a csütörtök estédet? Mi köti le a vasárnap reggelt? Te mit választottál? Sok asszony azért maradott otthon vasárnap délelőtt, mely? Miért? Mert főzni kell. Fontos? Fontos. De mi a legfontosabb? Nálunk ez a kérdés. Itt ebben a gyülekezetben ez a kérdés. És a te életed számára is ez a kérdés. Hogy mi a legfontosabb a te életedben. És tudod, ahol van a te szíved, ott van a te kincsed is. És azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb és ki a legfontosabb, mindenképpen muszáj nyitva hagynom ezen a délelőttön. Mert erre csak te tudsz válaszolni. És én azt kívánom, hogy az Isten tegye helyre az életünkben, mindegyikünk életében a hangsúlyokat, és állítsa helyre az életünket, a prioritásainkat, és úgy szeretném azt látni mindegyikünk életében, hogy a legfontosabb az Istennel való kapcsolatunk lesz mindannyiunknak. Kinek lesz az élete kősziklára épített erős ház? Annak, aki hallja az Isten igéjét, és meg is cselekszi azokat. Hát kívánom, hogy légy te is ilyen ember. És én is. Ámen.